Radóczi Mária néni, szeretettel köszönt benneteket. A kezemben lévő rengeteg tészta ma a foglalkozásunk főszereplője lesz, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ti is nézzetek körül anyuka segítségével a konyha kredencekbe, hogy vajon milyen száraz tésztával tudnánk ma képeket alkotni. Látjátok, hogy apró tésztától kezdve csavartésztákig, sőt kuszkuszig, makaroni spagettig tulajdonképpen elég ügyesen összegyűjtöttünk tésztaféleségeket, úgyhogy ezekből nagyon szép dolgokat fogunk készíteni. A foglalkozásunkhoz alapanyag, vagyis alap, amire dolgozunk, a pakundekli karton doboznak egy-egy kicsi darabja, és most látom, hogy ebből még le is kell vágnom egy darabot, mert ronda vége. Amikor már rajta van valami, akkor sokkal nehezebb levágni, tehát akkor inkább legyünk ezen túl. Amellett szükségünk van a ragasztókra, kétfélét is előkészítettem. A tarhonyához elég, a legapróbb tésztákhoz, tarhonyához elég a technokol, a komolyabb, erőteljesebb tésztákhoz viszont inkább az uhút fogom használni. Szükségünk van a ceruzára, mert ugye nem mindegyik gyerek tudja majd úgy megoldani a feladatot, hogy ezt ne rajzolja elő. Szükségünk lesz az ollókra, esetleg vonazóra, és ami máskor is volt, mindjárt megkeresem, ja itt van, fogpiszkáló, mert képzeljétek el, hogy az apróbb tésztákhoz nem szabad kézzel hozzányúlnunk, hanem csak így böködni fogjuk bele a ragasztóba őket. Ha a tésztát meg kell szabni, mert hogy lehet ám ezeket néha vágni, szabni, és csúnyán törik el, akkor én előkészítettem egy ilyen kis körömreszelőt is. Aztán majd meglátjuk, hogy szükség lesz-e rá, vagy nem. Na, akkor fogjunk hozzá. Nekem arra kell gondolnom, hogy 5-6 éves, 7 éves gyerekek is szeretnének ilyen feladatot csinálni, tehát egy nagyon egyszerű dolgot fogok elkészíteni, virágokat. A kezdő dolog a kis kagyló. A kis kagylót fogom felragasztani, teszek egy virágnak, szára is van, ugye, tehát teszek, letörök egy kis darabot, mert miért nem? Ne? És tarhonyácskákkal fogom végigrakni a virág szirmait.
Elkészült a két virágunk, most fűszálakat fogok a cérnametéltből ráragasztani. Ha sikerül, mert ez egy nagyon érzékeny dolog ez a cérnametélt, tudjátok, nehéz vele ragasztani, mert félül mindig, hogy eltörik. Jó. Na nézzünk még egy kicsit. Ha már ráragad, akkor már könnyű letörni azokat a szálakat, amik nem kellenek. Még az a szerencse, hogy nem volt itt a fűnyíró bácsi, és nem vágta le egyformára, mert azt biztos nem tudnám megcsinálni. Én sem. A virágok után a gyerekek legszívesebben házikókat rajzolnak. Ezért most tésztaházikót készítünk, mézes kalács házikó helyett. Megrajzoljuk a tetőt, majd levágom. És utána kezdődik a berendezése, a cserepezés.
azt tapasztaltam életem során, hogy a virágok a házak rajzolása után legjobban a kisgyerekek a fákat szeretik rajzolni. Tehát a következő feladat, egy fatörzset hoztam létre makaróniból, de az ágacskákat már spagettiből, mivel az egy kicsit vékonyabb, azokból fogom kirakni. Ha több ilyen kis feladattal elkészültünk, akkor van egy lehetőségünk, hogy egy képet alkossunk velük. Kiegészítjük a meglévőket más ideillő elemekkel, például kerítéssel.
a nagyobb, türelmesebb, kitartóbb gyerekeknek, akik ugyanolyan türelmesek, kitartóak, mint Mária néni, ajánlanám ezt a dísztányér feladatot. Hogy a kisgyerekeknek egy kis mesét is mondjak, bemutatom nektek a tészta királyt. Gyönyörű koronájával, szép ruhájával, lógó orral búslakodik, mert van neki egy szép lánya, és nem tudja férjhez adni. Itt a tészta király, kisasszony. És amikor így búslakodnak, egyszer csak megjelenik egy kismadár a kertjükben, és azt mondja, hogy ne szomorkodjatok, mert jön már a királyfi. Csak tudjátok, gyerekek, az a baj, hogy Mária néninek már nem volt ideje, hogy még a tészta királyfit is megcsinálja. Ez már rátok vár. Kedves gyerekek! A Dézsmaház utcai galériában már sokféle kiállítást rendeztem, de ilyet még sosem. Ennek a mini kiállításnak, amit az udvaron láthattok, az a címe: Mit alkossanak a gyerekek karanténban? Nagy kérdőjel! A választ hétről hétre ezekkel a kiállított általam készített tárgyakkal adtam meg nektek. Pontosabban 9 videón keresztül bemutattam, hogy az otthonotokban található, kidobásra szánt anyagokból mi minden szépség hozható ki. A mini kiállításon láthatóak a pillangók, a pókszövések, a karkötőszövések, ajándékdobozok, szép papírvirágok, bájos kismadarak és a füles bagoly makettje, valamint mézelő méhecskék, de láthatunk szalvétatartó asztali díszt kislánnyal, kisfiúval. Végezetül a mai feladatot mutatjuk képek, fali díszek száraz tésztákból. Bevallom nektek, ezen közben én jót játszottam, aminek dokumentálását Nánási Juhász Krisztinának köszönhetem. Ha hiányzom nektek, akkor ezek a kisfilmek visszanézhetőek a Klauzálház YouTube oldalán.